Szevasztok, ez itt megint a Poultry Horror Csapó 2! Megnézzük együtt, hogy milyen ez. Mert itt vagyunk most, tudod, szeretetbe, békességbe, békességbe, úgyhogy... Egy pillanatra álljunk meg azért, nagy szeretettel, tisztelettel. Annyi évet vártunk azért, hogy ne kelljen ezt a csúszó hercen, vibráló, képcsöves, geci monitorokon játszani. Olyan nagy és csodálatos dolog volt az LCD monitorok megjelenése, meg a tévézésben is. És most mégis bazd meg az összes horrorjáték ebből áll. Hát mi a fasz történik? Na nézzük ezt a szart. Hogy mi a helyzet? Láttok rendesen? Hát annyira nem, kicsit sötét van, de ki a gecit érdekel. Aha! Csecsit meg lehet szopkodni ennek? Kezi csókolom. Ennek a bábunak? Aha, egyessel használjuk. Jó napot! Úristen! De most ezt magyarázzátok már el, ez mi a passzom? Há, buksi? Há, mi a passzomba letettek a nyádék? Hogy nézel ki? A gyerekek, ez mi a passzom? Ezt nem tudom elfeldolgozni. Igen? Aha. Elnézést? Nem. Nem nézhetjük el. Aleburult, mocskos szivar végít neki. Most ha itt alaposan szétnézzük a pincébe, annyi pozitívum még történhet itt, hogy találunk egy kihajtogatható tábori szálkamentes fapinát, és ma még jó szórakozhatunk, ha már ezzel a játékkal nem biztos, hogy jó fogunk, de hát azért körülnézünk, tudod? Tisztelettel, szeretettel. Ha esetleg még nem kaptatok epilepsziát a vibráló képcsöves effektől, akkor azt én megvárnám, még oldalra dőltök, hogy a szennyest mellétek tudjam dobni. Úristen, milyen szobánk van. Ez a miénk? Hova lett a bábú innen, Dick? Azt a büdös kurbelget, hát miféle dolog ez? Ezt nem is tudom mire, hova tenni, ez mi a faszom ez itt? Ez a bonobos? Vén nagyon szépen köszi 10 millió forintot! Péter úr, ha itt vagy, akkor jelentkezzél már léci, mert nem tudom, hogy az előbb a válaszomat hallottad erre a autós kérdésre. És úgy gondolom, hogy ez a minimum. Nem tudunk kijutni. A bábuk elvileg mozognak. Hát... Egy dolog mozog. De azt most éppen textil fedi. Igen. Mi a faszomat kell csinálni ezzel a dobozzal? Itt. Aha. Aha! Kösz szépen, V! Nagyon szépen kösz. Hallottam és válaszoltam. Akkor jó. Figyelj, tök élhető egyébként. A belvárosban nagyon nagy szopóka. Egyszer volt, hogy meg is kellett állnom, mert úgy parkolt valaki. Hát... De amúgy ezen kívül nincs párja neki. Én azt mondom. Igen? Hát bazag, itt nagyon nagy kilogikázásokban voltam, de nem nyert hangszórót. Vagy így 4 darabot kell össze? Hát geci, ez mi? Ez egy raktáros szimulátor? Nem is horrorjáték, bazd meg.
Aha. Mi volt ez? Nem hall... Ne szopassál, bazeg. Aha. Jó, legalább már tudjuk, hogy hanyas a cipő. A kabát rajtunk. Igaz, hogy ettől a horrorjátéktól még be nem szartunk. Aha, szevasz fiam. Bármit oda lehet vinni, bazd meg. Mi a picsa füst ez? Aha. Ennek a fülit nem lehet megcibálni. Hát pedig tuti, ezt is oda kell vinni. Aha. Szeba, szeba. Ez meg lett nézve, atyám, nem is feltűnen. Mi? A bábúnak a csese? Meg a mufja? Hát bazzik, hát ha már így van, érted. Hát most... De azért körülkül nézni, hogy mi a helyzet. De az mellék probléma, hogy egy kirakadt bábú, aminek nincsen karja. Ezt nézegetjük. Most elindult az orgona. Megkérdezhetem, hogy mi a faszom történik, vagy nem látunk semmit, de... Kenny, kösz szépen a 2005-öt! Úgy nagyjából. Ott eddig is volt egy gyertya. Az a baba azért ilyen, mert megnézte a villanyszámlát. Nekem is van egy ilyen gyanúm. Egy sanda. Hát biztos, hogy ezt a hordót kell ott cibálni. Nagyon szépen köszkeni egyébként. Köszi, nagyon forró vagy. Fő vagy hebülve, Kenny. Kence, fice. Igen. Hát nem tudok mire gondolni, csak hogy ezt oda kell vinni. Ebből a gyújtóból nem sajnálták a gázt, látod? Igen. Jó, fele megyünk. Aha, jó. Hát más ötletem nagyon nincs, basz meg. Na hozzad ezt a szart. Magától elengedő, hogyha túl gyorsan mozgunk. Most lassan fogunk. Mi a büdös picsa? Igen. Aha. És most mi a faszom történt? Mi ez, egy retina szkenner? Vagy kinyílt a fenti ajtó? Aha, ez ki van nyílva. Ó, bazd meg, hát így dobálózni ilyen csúnyán. Szevasztok, hello. Aha. Ez egy jó, nagyon régi ház ez most. Megvárom, hogy lefordítsátok ezt.
Ja, hogy minden sarokban történt valami tragédia. Aha. Itt pihenő lelkekről van szó, akik mégse pihennek. Lefordítottam nektek, köszönöm. Találtunk egy koponyát. Bruce, kösz szépen a 15 hónapot! Nagyon szépen kösz. Szírozi, csá! Csá mindenkinek, hello! Minden horror játékban ez a spagetti modellban, az évek óta. Mi a kód? Aha, ehhez ez elektromosan működik az ajtó? Electricity-ke. Mehet a farkas. Zárd már magad, Máté, bazd meg a farkasoddal együtt. Nem lesz ma farkas, hát bazzik, nyugodj már ne. Mi vagy ilyen gonosz, Embi? Úristen, milyen láncok. Ezek. Aha, van inventory. Tegyünk rá egy csontvázat. Nem jó. Martin, kösz a 3 dodót! Tamez Brohinti, szevasz fiam! Te persejpejű. Bohóc arcú. Köszi szépen. Aha. Itt újabb rémtörténet van. Régi napló, a diary, ugye? Találta egy régi naplót a könyvtárban. Oh, jelzsem. Zsolti, kösz szépen az 5 subgiftet! Köszönöm! De most bazeg, rossz helyen vagyunk. Miért csináljátok ezt velem? Köszi szépen. Szóval találunk el egy fűrészt, meg egy kódot. Aha. Erre voltunk, erre volt a izé, ugye? Aha, a láncos. Szóval valahogy rá kell jönnünk, hogy mi a kód. Hello atyám, szevasztok, hello mindenkinek. Ez a kedvenc szó, mint egy rap alap. Nézd. Itt érzek egy-kettő. Hát ez nem nyert. Nézzük meg. Aha! 8. Nyolc az első. Képeket kell nézni mindenhol? Mi a faszom zenél?
Figyelj, az előzőnél jobb a hangulata. Ezt én így elmondom nektek most. Fent az emeleten van, tuti. Csak nem vettük észre a falon a képet. Nagyon mérges bácsi. Harcsa szájú. Azt hittem, hogy a... Lehet, hogy három darab egyes? Én azt hittem, hogy azokat még meg kell találni. Nézzük meg még egyszer. Ja, már nem tudjuk megnézni, mert... Mi a fasz? Ez... Igaz lehet? Nézzük meg. Jó gondoltam. Többit még meg kell találni, buták. Vagy lehet, hogy 1-1-1-8. Nem nyert. Meg kell találni mindet. Kis gonosz embik vagytok, kis gonosz. Jó, megnézzük itt a falon. Mi a helyzet? A falon. Nyolc, egy, harminc. Létezik? Ezt a pizza, ilyen pizzát hoztunk mi is. Ez a másik játék volt, bazd meg. Megnézzük a 8130-at. Hát ha. Azt mi van ebben, egy startrakos Asimov? Pedig milyen jó kitaláltuk. A 8-as tuti. Ezt már végigjátszottad? Miről beszélsz, Hellboy? Be vagy drogolva? Nem, itt úgy működik, hogy a horror gémek tudnak vásárolni modelleket. Vagyis hát a fejlesztők. Ezek ilyen nagyon olcsó játékok, 5 euró, meg viszonylag olcsók számító. Először felmegyünk az emeletre, másnap akkor a pincébe. Ebben nem volt semmi kód. Nem. Zoli, kösz a szobad? Hát pedig ez van itt is, pedig zenélt is, hogy ránézzünk. És milyen faszom zenél itt egyébként? Zárva. Itt a pulyadik. Igen, egyébként ugyanez a modell volt. Ez mi a faszom? Ez a játék. És nem hur... Nem rosszból. Kettő, öt, négy, kilenc.
De ma nincs benne a nyolcas. Jó, maradjunk ennél szerintem. Ez az ötös, 8-5. Mi a faszom ez? Ez egy másik kód, vagy mi? Milyen faszom ez? Nem tudok kimenni amúgy. Hol jár a kijárat? Mit kell csinálni itt? Jó napot. Igen, kezi csókolom. Szia! Mi a helyzet? Volt egy ötös. Igen, láttam. Itt. Itt volt. Ez is egy szar, ugye? Ezt azért kijelenthetjük, hogy ez is egy szar. Nagyon szép gyermek. Köszönöm szépen. Lehet, hogy 8 máshoz kell. 2-5-4-9. Az egy dolog, de most nem enged ki ez a szájba baszott játék. Hát mi a rücskös lónak a pasza hegye van itt, bazd meg? Hát mit csináljak, geci? Mit csináljak? Ja, megvan. 2-5-4-9. Nézzük. Mi halljuk, hogy lent a nappaliba... Jézusom, mi a faszom ez? Csöcsös Mari megjön utánunk. Aha. Beatrix, nagyon szépen köszönöm 24 Ronint. Köszönöm szépen. Te nagyon nagy Ronin osztogató vagy, Beatrix. Nagyon szépen köszi. Ezt elolvastuk? Jaj, el. Nézd meg. Látod? Kis kopassza nincs bírás. Mennyi volt 8-et? Aha. Slender mami. Tudom, hogy igen. Hello. Szevasz fiam, mi a helyzet itt? Ha? Pofán basszalak? Ököllel? Már oda baszok egyet. Szia. Nézd csak. Már el is fűrész. Aggregátor. Az jó. Mi a faszom kellett? Üzemanyag? Valaki húgyozik. Nem én a ló? Húha, ez a ragyogás óta... Úristen! Jók a fogaid, Laci. Hát milyen jó fogai voltak neki, bazd meg. 8-5-9. Ez nem volt rossz, ez nem is volt szar. 8-9, ugye? Ez most ezt elismerően kell itt viselkedni. Aha. Itt van egy kis véres hurka. Szemezős, belezős, huncutságok. Itt ez nem működik, bocsánat. Nem tudom ezekkel a bábukkal. Mi a helyzet? Mi az a skisorsz? Vagy az... Caesars akar lenni? És az olló? Ja, ezt már megtaláltuk, ugye? A 9, vagy 8-5-9.
Látod, bazd, hogy milyen jó angolom van? Egyből tudtam, hogy miről van szó. Hogy mi a helyzet. Aha, itt nem lehet. Hol jár az eszem? Szarszagú a kezem, elnézést. Köszönjük. Azért útos maradványok, hát miért? Mennyi idő kell, amíg kihozzák az embertelcet? A bábu kezén? Mi van a bábu kezén? Semmi. Hol? Dick. Áj, csimirébe, hehe. Minden jó, testvérbátyám. Bolonszki, zérszök, hogy minden. De úgy igen, bazd meg. Ne is mond. Caesars. Ja, nem kell nagy képüsködni, bazd meg. De professzionális angoltudás. A bábu kezén nincs semmi. Pinálja is el van peketedő, hogy nap hagyott krumpli. Bazdmeg, ez nem véletlenül. És ne is haragudjatok meg. Ideges. Hát egy kicsit most ez van. De egyébként annyiból telne, hogy lemegyünk és kilottozzuk azt a 9 számot. Nem? Körülbelül. Aha. Szerintem. Hát érted. Faszon fog itt izéni. Mi volt? 8-5? 9. Ugye? Néda? Hello. És? Mi? Feküdjek bele, vagy mi a faszom? Beletettük a izét, az embert. Ugye? Most. Így. Ja, hogy fusebox kell neki. Aha. Hát is honnan a büdös retkes, dázáreti csámpás, mocskos, dongalábú, görbehátú, löncsös faszú, büdös, picsafüstös pogácsás. Paszom öccséből kéne tudnom, hogy hol a retkes, báránybaszó, kurva életbe van a fusebox. Hogyha már ezt így ki lehet mondani, ugye? Mert azért vagyunk már a viszonyban. Tudod. Azért kérdezem. Próbafekvésre megyünk, érted, a koporsóban. Milyen csúnya dolog ilyen. Aha, itt girl power van. Aha. Vagy gurul power az. Kell az olló. Ja, tényleg, aha. Hol a faszomba tudjuk megtalálni ezt az ollót, ezt a szízöröket. A bolond szízöröket, ugye. Ja, mennyi idő, míg kihozzák a izét, a emberes tálcát. Oda van írva egyébként. Egész hamar megtörténik ez. A webben meg tudod nézni, hogy átlagban hogyan néz ez ki, drága bátyám. De azt gondolom, ez napok kérdése. Ennek a szeme is befeketetett, baszeng. Aha. Jó, egy Caesart kéne intézni papának. De most már oda baszok egyet, maradandó sérüléseket fog okozni. Íj, mara néd, ahogy fekszik. Íj, bátya. Azt ez miféle izé, hogy négy ujja van?
Vagy lehet, hogy kettő összenőtt, mert az evolúció egyébként, nem tudom, láttátok-e, most a dohányosoknak kedvez, ugyanis négy ujjal fog születni, és távolabb lesz, hogy tudja színi a cigit. Baszik, ha én lennék még egyszer ugyanígy, mi nagyon jó barátok lennénk. Még így is azok vagyunk, mert látod, milyen jó elmaradtok rajta, bazd meg. Zigizőkéznek fogják hívni. Zigi. Zigi tenyér. Geci. Csoda, hogy diploma nélkül akarták, hogy izé legyek ortopédus. Ne bassza már meg az aradai bánatos, ronyba tekert, mocskos, kalászszedő. Na jó, fejezd be. Jó. Zigiskész szindróma, geci. Na hol van az a szájba baszott túlló? Mert tényleg baszik, tökön szúrom magam. Én kimegyek azt már most. Na hát hova a faszom? Menjek a pincébe. Ott susmorognak ezek a csicskák. Szevasztok. Elvonult innen ez a izé. Hörcsögarcú gyerekcsoró. Ennek a kezén nincs. Honvan-e? Ahonvan-e Leichter? Hát miért? Mondom, ez cigis kéz lesz. Melléke tenni, meggyújtva barna szopit. Hopp, még jó, hogy észrevett a papa. Egyik közében a izé, másikban a Caesar, ahogy igen. Most kicsúfoltak engem itt az előbb, egyébként nem esett jól. Ki vagyok gúnyolva. Hát nem tudom, ezzel a lighterre mit gyertyát gyújtunk, vagy mi a faszom? Valakinek szülinapja van? Jó, hát lett egy lighterünk. Meg Caesar kell. Lighterre nem lehet elégetni a gecibe? Mihez kell ez amúgy az öngyújtó? Tényleg zigis? Események miatt. A morán sütőben meg bográcsoznak, geci, csukd már be. Azért... Van egy határ. Én azt mondom. Aha. Insert. Én ezt odaadom neked. Nem kéri. Nem kéri ezt az öngyit. Vagy lehet, hogy el fog fogyni az öngyújtó. Már megtörtént volna szerintem. Mi a fasz? Valami blokkol itt. Jó, menjünk fel. Ez el akar minket csábítani, ez a kurva. Nézzek azt a beállást, látod, és izé szemezik velünk. Szégyed magad. Te mocskos állat. Mi a fasz történik itt amúgy? Ez a vonyítás, bazd meg. Csoda, hogy még nem fejeltem bele egy kurva nagyot a monitorba. Azt tiportam ki a lelkét. Nézzük meg, hogy ez a lehugyozott sós kipli kinézetű ajtózsinór, ezt el tudjuk-e tüzelni a gecibe. Ugye? De hát a Caesar az izébe van. A fürdőben, nem? Szerintem. Elnézést, Caesar bástya.
A faszt. Ha megesz az úr... Elnézést? Mi a faszomat csinálsz itt? Normális? Úristen. De figyelj, már ott vannak a bábuk általában, ahol izé. Ahol loot van, nem? Lehet, hogy itt van fönt tenni a pronyedlina, aki el akart minket kábítani. Mi? Te csöves barack. De nem itt állt az előbb. Jó, bekerázzuk az aggreszt. Ja, hogy így, aha. Ez egy bőnyálos cigarettázásnak hangzik, tisztelette. Igen. És hogy indítom be, bazd meg? Refuel. Csak ezt nyomja. A bábú mutatja, eléggé úgy tűnik, aha. Szia! És azt nézem, hogy nincs a kezén. A szája mély van leragaszva ennek. Ne mondja, hogy hol az olló. Tuti az égeci. Beindítani nem tudtuk az agregátort, csak megtöltöttük. Nézem, hogy a keze esetleg mutat-e valahova, bazd meg, vagy hogy hova néz. Ide. Aha. Aha. Ez a szanax fejű valami csusmarog itt nagyon, de nem kell bántani senkit, mert... Ehhez még kell valami cucc, tuti. Berúgókar. Igen, ez meg ide mutat a ficakba. Dik. Nem mindegyiknek habzik a szája hátulról. De most nem azért nézek ide, hogy tudod, tehát mégiscsak egy bábú egy virtuális játékban, érted? Ha ránézek a fejére, akkor is csinálja? És mindig ugyanarra néz? Nem. Aha. Most visszanézett. Vakasszony visszanéz. Geci megfordul hátrafele, mint a exorcizba mindjárt. Változik valami? Ide a sarokba mutat. Álljak a sarokba. Hát... Nem lettünk előrébb. Azt mondja valaki, hogy... Mi a fasz? Ennek nem mozog a feje. Jaj. Egy fapina. Kezébe sincs semmi, more. Hollava levágod a szőrt. Igen. Azért mi picsa van alatta, azt mondja a Csabi. Csabikám. Én aggódok, érted? Ez a Caesar, ez nagyon eltűnt. Szegény Caesar. Amúgy annyi a horrorjátéka játszottunk, aminek ez a mapja.
Ez nagyon olcsó lehet ez a... ez a map. Szekrény ajtó nem nyílik. Ugyan már. Itt bazik, tudod, mi nyílik a szemünk. Gergő, kösz szépen a 3 hónapot! Hát ez nagyon érdekes, bazd meg, hogy ugye messziről így jelöli egy indikátor, hogyha valami van. De ez nem jelöli. Most nagyon kiabáltak. Ez zárva van? Ja, need electric. A vadvízi tehenek bőgésétől már kiráz a hideg. Jó, nézzük meg, hogy fuse. Tudunk-e villancsiholni? Valahol. Hát, ha előrébb leszünk. Ja, de ahhoz nem kell, mert aggregátort kell bepöckölni, gondolom, aha. Itt voltunk? Ja, itt igen, aha. Gábor, köszi az 5 hónapot! T-Rex, köszi szépen a Tier 3-as szubot, baszd meg! Hát itt már körülnéztünk teljesen. Jó, megnéztem, itt sincs, most itt írják az infokat, hogy hol lehet. Kristóf, most megnézzük, hogy igazat mondtál-e. Ha esetleg hazudtál, akkor biztosan, hogy egy buzi vagy. Element, ne legyél már ilyen buzi. Bazd meg, hát... Várj, ez nem a gyerekszoba. Nekünk a pulyaszoba kell. Erlon, kösz szépen az 1 hónapos subgiftet, amit tudod, ki kapott a Robi! Köszi. Jobbra. Hazudott. Hol a gecibe? Nézze már meg valaki, bazd meg. Itt egy dekaulló nincs, genyó. Most azt nézem, hogy mi a véleményetek erről. Mondjuk itt is van egy polc. Ez mi a faszom volt? Ja. Geci, így elrejteni valamit, bazd meg. Hát hol van a Caesars-ünk? Új Caesars-et akarok. Valaki nézze már meg. Hát ha. Hát már itt kóvájgunk, bazint gólyapos a levegőbe egy fél órája. Fürdőszobában még itt, itt is megnézzük, mindenhol. Ennek nem tudom, mi van leragasztva a szája, és hogy tudjuk levenni. Rajzolt villanykapcsolókkal együtt. Nikolász, kösz szépen! A 7 hónapot... Geci, menj már faszomba.
pulzál a lukam. Az zsír. De nagyon sok lukpulzálást kívánok neked. És egészséget. Angyalom, kis ügyes vagy. Ezek mindig susmorognak, bazd meg. Lehet, hogy itt van-e mögött. Aha. Vagy itt, vagy itt. Á, 55-ször voltunk itt, geci. Nem adhatjuk fel. Az nem lehet. Egy kis izé, ánuszfehérítő krémek. Előugranak nektek a szerelem prémek. Nem örülök a trének. Úristen, küzdelem a halál. Előtt, után, közben. Szilvi, köszönjük, hogy a Balázs! Milliárd forintok, bazd meg! Nagyon szépen köszönöm, Balázs, a 15 ezeret. És Szilvi, a 200-at nagyon szépen köszönöm neked is. Én szoktam geci béna lenni. Én ezt aláírom. De ez most nem én vagyok. A béna. A Benja. Menj már arrébb, légy szíves. Én már itt megfürdök, mert minden. Le kell riszteni a kádat, azt írja valaki, de nem. Meg milyen kádat, ugye? Funikádat. Így nem is annyira horror. Hát ez nem, most ez nem. Ez most inkább egy szorror. Ennyi volt, geci? Ja. Most elvileg van kalória, nem? Ja, hogy fuse. De mi a faszom az a fuse ember? Most nem azért. Szeba! Megint ez a beregasztott száj. Ott a izé. Matéria. Látod, bazdmeg, hogy megoldott? Mi a fasz? Addig felugrott a koporsó, azt elszaladt? De mi a geci? Értem, hogy fuse, de honnan a geciből szedjek? Na, ne beszélj meg ilyen csúnyán, mert pofán baszok valakit. Úristen, Jani! Ez le akart minket spárolni. Erőszakkal. Még szerencse, bazd meg, hogy észnél voltunk. Ki játszi mekkora tampon? Vagy ez be van bábozódva? És egy lepke lesz belőle? Aha, itt írja, hogy Stumbelupon forgott el recipe book in the kitchen. Receptkönyv van a izébe. Igen, only meals of trees, a nagy lófasz, esti fénybe, töltött pisztoly, minden fit-firit mártás. Mit főzni kell valamit? Bazd meg, ezért csináltuk mi a vidinyót. A kurva anyádat! Szégyeld magaddig. Nos, mondd meg. Szeba, ez is elfáradt. Bazd meg. Na ez most... Hello, srácok, sziasztok. Jöttem in the kitchen.
Aha, dikapuja itt van. Szevasz fiam, kapcsoljak valamit? Balta? Mi a faszomnak? Geci! Ez már megint egy kód. Egy a vége. Ja, aha. Mit nézel, fiam? Hú, bazeg, jó ki vagy. Aha, itt van a izé, és akkor egy öreg tükör. Hol van itt egy tükör? A living room-ba. Hol vagyunk egyáltalán? Ja, ezt kell majd kinyitnunk, gondolom. Bázd meg magad. Aha, ennek egyes a vége ennek a kódnak. Bazd meg, egy másik házban vagyunk, vagy mi a faszom? Üzd le baltával a gecibe. Gyula, kösz szépen a szubat! Jól van, bekapcsolom neked mindjárt a nagy izéket. Mi van? 7B? C. Aha, mi volt? Egy. Ez lehet a sorrend? És ABC miatt, hogy hanyadik? Tehát 1, 7, 9. Te huncot. Erről van szó? Igaz lehet ez a mondás? Ja, igen? Ja, aha. A koporsókod az egyes, ami igen, ez igaz, igaz lehet. Akkor nézzük meg, tehát 7B. Az volt az egyik, ugye? 7B. Tehát 7-9 van meg. Na jó, van, menjünk vissza a faszomba akkor, mert itt nem tudunk, itt mi a faszom történik, itt OB-gatnak, ne haragudjál meg. Ja, gondolom ezt a széfet nyitja az a kód, aha. Hát ideig el se jutottunk, bazd meg. Csak visszafele lehet menni, igaz-e? Bogi, köszed 4 hónapot! Hol vagy, fiam? Mi a helyzet? Ja, erre már nem is tudunk visszamenni, aha. Akkor ez itt kell lennie. Már megvolt a 7B. Hát hol a faszomba? Meg a kicserről mondott valamit, hogy ott van izé. Van egy... valami könyv, receptkönyv vagy mi. Itt kell lennie a kódnak ezek szerint.
Milyen faszomak ezek a hangok? Morehet. Mi van? Magyarázd meg, hogy mi történik itt, bazd meg. Mert a hét bérő már tudtunk. Kádat nem kell kihúzni. Tévét tört be. Hát már nem tudjuk, mi eltűnt. Meg nem vagyunk ilyen izék, huligárok, érted? Nem vagyunk, nem dolgozunk ilyen erőszakos eszközökkel. De kétszer van a 7B? Ez mi a faszomat jelent? Ez nem lehet. De egy se jó. Szerintem. Jaja, mert lehet, hogy kétszer van a hét. Hát ezt nem tudom, bazd meg. Bazd meg. Az egyest azt felejtsük el, az nem jó. Mi a faszomat jelent ez? Nem. De az egyest miért írjátok? Azt nem értem. Ez a koporsó kódja volt. Ez nem lehet. Nem jó. Még egy számjegyet legalább kéne találni. A 9 az utolsó. Ezek szerint. Kettőször van a 7. Valami 77-9. Szerintem. Nem? De lehet, hogy nem. Lehet egyébként, hogy 77? 99? Nem. Hol tartottunk? Vagy lehet, hogy nulla? Hú, bassz meg. 79-79 biztos nem. És a három jegyű? Szerintem nem. De azt nem értem, hogy mi a fasz kell találnunk akkor. De basszik úgy körülnéztik, hogy nem igaz. Lehet, hogy itt be kell nézni az ajtón, még az az ötletem van. Hogy itt ezeket nem lehet levenni a gecibe.
szájában, azok tényleg nincs ötletem. A gyerek szájában nincs egy szám. A hátán így jó ki van combosodva, mi? A szekrény oldala bazd meg. Benne a lugba. Ötletem nincs. 7-7-9-1. Szerintem ez nem lesz jó megint. Mert már próbáltuk, úgy emlékszem. Igaz? És itt ennek az oldalán, vagy valami... A baltával mit kell csinálni vajon? Van nálunk egy balta. Mi a faszomat kell csinálni a baltával? Mindjárt megnézzük. Tudunk-e valamit baltázni? De semmi interakció nem volt, szóval nem tudom. Lehet, hogy le kell ütni valahol a falatba azért, mert amögött van a szám? Vagy mi a picsa? Mi akkor azt összehúgyozom magam. Mintha ide mutatna valahova, bazd meg. Ne szopass ki. Előveszem, mint a Minecraft-ba, geci. Vagy lehet a gadget keszélyét verni? Komoly matekozásokba. Valamit szét kell ütni a... De mi a faszt? Itt a gyereket? Milyen faszomat kell itt csinálni, emberek? Hát ez borzasztó. Itt kell valamit pedig, mert kurva világos. Kiégek, bazd meg. Borzasztó. Ez borzasztó. Vagy lehet, hogy azt a szart kell? Azt a pöcköt a izén? Ezt? De nem írja, hogy izé kell. Valve. Valve kell neki. Azok ilyen rejtélyeket, mi? De azért itt összeszarod magad a gyönyörtő. De
Jó, figyeljetek, csináljuk azt, hogy kibasszuk, aki rossz kódot mond. Kezdi ezt, Pisti. Nézzük, mert annyi kódot írtok, nézzük, figyeld, Pisti. Még egy utolsó üzenet, még be tudsz gépelni. 8591. De csak azért, mert ilyen erőszakos vagy. Köszönjük, Pisti, hogy itt vagy, szia. Szekrényeket? Nem, szerintem ott kell szétverni, mivel nincs világos. Sötétve vagyunk, akkor szerintem ott kell szétverni. Ahol látunk valamit. Milyen lakatot verjek le, te giliszta fejű? Na mondjad már meg ugyan. Milyen lakatot? Itt mi van itt? Living room, this house. I found old mirror. Értitek ezt? Tehát így egy régi tükröt kell keresnünk? Ugye? Hát de itt egy kibaszott tükör sincs. Hát talán azon gondolkodok, hogy én tükröt kell betörni, de... De nem találunk tükröt. Mondjuk ez eléggé világít itt, mint a textúrája. De hát nem történik semmi, bazd meg. Én abba gondolkodok, hogy ott kell szétvernünk valamit, ahol látszik. Mert ugye nem tudunk akkor izét használni, öngyújtót, és ez is sötét van. Szerintem itt kell valamit szétverni. Bazd meg! De már megbolondulok. Fürdőben szerintem nem volt tükör. Mi a játék neve? Ezt most nem tudom neked elmondani. Nincs tükör itt. Szerintem valahol van rejtve egy tükör, mert ha abba belenézünk, akkor bele vagyunk nézve. Itt vagyok szembe velem, itt nincs tükör. De lehet, hogy igen? Nem hiszem. Mi a faszom lehet? Igen, lehet az is, hogy az üvegajtó előtti padló. De ha nem itt, akkor a másik oldalt. De szerintem ez se fog nyerni, mert kurva sötét van. Hihetetlen, bazd meg. ABCD jeleket keres. Hát van. Tessék B. Ott is B. Itt már mindent átnéztünk, geci. Geci pisztoly. Szerintem. Azt hittem kiégett. Hát már nem tudok mire gondolni, bazd meg.
Milyen padlás tetején, bazd meg? Hát miről beszélsz? Bocsánat már, hogy kikelek magamból. Nincs is padlás. Bazd meg. Hát ott már néztük. Az emeletszen. Ezt megcsapkodjuk, hát ha? Hát ez nem nyert. Közben nagyon félelmetes zenék mennek. Csupa horror. Lehet, tényleg lehet az összemegoldás, hogy főhangosítom, azt kikapcsolom. De nem, ez tud működni. Lehet, hogy ezt kell lecsapni. Ezt én nem próbáltuk. Nem. Nem, nem ezt kell. Már nem, annak az arcán van valami, nem? Valami piros, vagy már csak oda képzeljük? Ja, nem mind a két arcán van. Hát ez szopás. Anita, kösz szépen a 2GBP-t, 5793. Anita, ne haragudjál meg, megvádollak téged már most hazugsággal. Nézzük meg. Miből számoltad ezt ki? Most ne haragudj. Én azt mondom egyébként, hogy általában a férfiak szokták megoldani a problémát. Minden izé nélkül. Szemtelenség nélkül, de Anitának köszönjük, hogy megmentette a streamet, mert lebasztam volna a gecibe már most. Már nem őt, hanem a streamet. De igazából tudta szerintem rengeteg mi a fasz? Férfi, de most Anitának teret engedtünk. Köszönjük, Anita! Köszönjük, hogy... E nehéz időkbe. De mondd már el, hogy ezt honnan számoltad ki? Vagy ez hogy lett ez a megoldás? 5793. 9 van, 9-et találtunk, mert most már nagyon érdekel engemet. Tisztelettel jelezném. Bazd meg! Szerencsé, hogy nem volt trafi. Itt már durrant volna bünti. Köszönjük szépen, és elsőre sikerült. Megnézték a megoldást. Értem, de mi a megoldás? Mert már annyira érdekel, geci. Köszönöm szépen, nagyon reddi vagy, köszi. De hogy mi a, hogy, mi alapján? 5793, ugye? Mert ott mindegy, ne kínlódjunk tovább vele, de érdekel. Aha. Aha. Milyen kulcsot szereztünk most amúgy? Az alsó ajtóhoz, igaz? Köszönjük szépen még egyszer, nagyon jó volt ez nekünk most. Nagyon jó matematikus vagy. És még szerény is, látod? Milyen, melyik szobában vagyunk, és ez mi a büdös picsafüst? Végre baltázhatunk. Csoda, hogy nem kopott el bazeg itt a nagy küzdelembe. Barbie, kösz a fél évet! És újabb edge! Nagyon szépen kösz.
Én már gondolkodtam azon egyébként, hogy elmegyek, az belehúgyozok egy konnektorba. Így a vége fele már ennek az egész történet. Pazd meg! A pockon pöckölt. Ez miféle ajtó? Ilyen házi koboldoknak? Való egyébként? Most mi van? Hát nem az a mély bántól. Azt nem értem. Ja, én azt hittem ez az ajtó, de nem. Van nálunk egy kulcs, ez minek a kulcsa? Nem tudjuk hova való. Vagy titkos ajtó, sima ajtó, vagy láda, doboz, lófasz. Ja, abban lesz a fuse, majd valahol. Láttunk valahol dobozt, vagy valamit, amit ki lehet nyitni? Jack, köszön 400-at! Nem hiszem, hogy kijárat, mert még fuse-t kell szerezni. Ella. Itt lent? Megnézzük? Volt itt valami doboz? Vagy valami lófasz? Nem nagyon igaz? Ez a gácsi, ez mindig is így mutatott. Mindig is így mutat. Most is így mutat. Mindig is egy mutogató volt. Itt ébredtünk ezen a fasz ágyon. Kár, hogy minden ember beírta már előtte, de arra nem figyeltél. Nem, sajnos nem tudjuk elvenni most ezt a győzelmet. Nem hiszek neked. Ilyen egyszerű. De egyébként meg lett oldva ez a lényeg. Danek, légy szíves, menj az basszájba magad, oké? A butaságaiddal együtt. Most gondold meg, hogy milyen egy butásan viselkedsz. Nem tudom, hogy Hórusz itt vagy-e, mert akkor meg kell ingazítani Danekot, mert egy csicska virág. Van egy ajtó az emeletemi zárva volt. Hát, én ebben nem hiszek annyira, nem mondom őszintén. Ez nem volt zárva, itt jártunk, csak becsukódott menet közben. Itt voltál egy, igaz? Szevasztok, szevasztok. Mi a helyzet? Villany? Hol a villanykapcsoló? Szia Danek, jó legyél. De amúgy igen, bazi, nem engedjük le a kádat, abba fürdik mindenki. Bazd meg a kertbe! Egy régi sírhely. Jézusom. Norbi, kösz szépen a 12 hónapot. Na bazi, ma megdolgozunk. Máma! Mi az a paina baj? Ezt kegyére kell kenni? Fájdalomcsillapító ez? Mi a fasz? Hát bazdmeg tönkre vesz, tönkre teszel, fiam. Normális vagy? Csácsá, Danek, geci. Amúgy igen, én nem kérek punát, köszönöm szépen. Nekem már van tisztelette. Vagy nem nekem, mondjuk ki tudja? Lehet, hogy
Igaz a gyakori kérdéseken a legenda, hogy én valójában nőnek születtem, bazd meg. Hiszen nem lehet tudni, hogy mik az igazság. Azt a kurva! Körömpürkült. Ez az igis kezűnek a... izéje. Azt a kurva horror! Úristen, mennyi bábuzuhanás. Gondolom ez az, nem? Szevasz! Aha. Burn? Hát, hagyd menjen. Ja? Ahogy nem... Azt a kurva. Menjetek már rébb, azért nem látok. Vagy én nekem mennem kell itt? Sziasztok. Már csak a kemény hard German techno szól. Szevasztok, csá. Majd tala. Szerintem sose lesz vége, geci. Nagyon nagy jövő, jó volt ez. Egy nem volt rossz. Ez a folytonos vonyítástóban az egy csoda, hogy nem fontam be a hajamat, geci. Az a pál, a oxigén hiányos agyával még írke, hogy vigyen be a tekerőt a fürdőbe. Pali, én figyellek egy ideje, bazd meg, de hogy fasszalpó leszek kirúzsozva hamarosan, mert állandóan retardált vagy. Ne legyél már ilyen, bazd, inkább szobaj föl. Jack, kösz a 200-at. Srácok, nagyon szépen kösz, hogy itt voltatok velünk. Hétfőn találkozunk. Leghamarjábban. Azért jönnek a vidik meg a vodok. Puszi mindenkinek, nagyon szépen kösz a donációkat. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. És